Szelembudi kíváncsisággal lépett világomba a fekete és umbrabarna Humbert földre. Egy válvonásnyi szórakozott, ellenszemmel mérte föl, és most úgy éreztem, kész unott undorral elfordulni tőle. Soha meg nem rezzent érintésemtől, a gyötrelmeim mért mindössze egy metsző. Mit képzelsz, mit csinálsz? Volt a kárpotlás. Az általam ígért paradicsom, az én bolondom szemében, nem versenyezhetett a leggicsesebb filmekkel, s a legémeítőbb nyalánkságokkal. Képzelhető hát, hogy egy hamburger és a hamburger közül mindannyiszor, jeges pontossággal az előbbire szavazott. Említettem a tejbár nevét, amelyet az imént kerestem föl. Miralit királynőnek hívták, szomorkásan mosolyogva Miralit hercegnőnek kereszteltem Lót. Nem értette a mélatréfát. Ó, nyájas olvasó, ne tekints rám zordul, nem kívánom azt a benyomást kelteni, hogy egyáltalán nem voltam boldog. Az olvasónak meg kell értenie, hogy a megbűvölt utazó, ha egyszerre van nymfácskája birtokában, és rabszolgaságában már a boldogságon túljár. Mert nincs a földön a nymfácska a cirogatásához fogható gyönyörűség. Versenyen kívüli ez a gyönyörűség, más minőség, az érzékenység másik síkja. Összetűzéseink és undoksága ellenére a ricsaj, a grimaszok, a közönségesség, a veszedelem és az egész helyzet rettentő reménytelensége ellenére még mindig magam választottam paradicsomom kellős közepében tanyáztam. Paradicsomban, melynek egét a pokol lángjai színezték, ne paradicsomban akkor is. A tehetséges pszichiáter, aki esetemet tanulmányozta, s akit Dr. Humbert mostanára merem remélni, a bávatag tapsifüles állapotába taszított, kétségkívül izgatottan várja, mikor viszont már Lolitámat a tengerpartra, lelem meg ott az életemen vörös vonalként végighúzódó gerjedelem kielégülését, és szabadulok meg végre a legelső, a kis Miss Leavell folytatott. Beteljesületlen, gyermekkori románc tudatalatti szorongattatásától. Nos, bajtárs, hadd vallom be néked, igenis kerestem a tengerpartot, ám már azt is meg kell vallanom, hogy mire elértük a szürke vizének káprázatát, már annyit gyönyörűdött osztály részemről utitársam révén, hogy a tengerpart bús mezeje, a szublimált Riviera vagy micsoda utáni hajsza, mert rég nem holmi tudatalatti ösztön, hanem egy tisztán teoretikus, izgalom racionális hajszolásává lett. Az angyalok tudták ezt, és ennek megfelelően rendezték a dolgokat. A kirándulást egy alkalmatos öblöcskéhez az atlanti oldalon teljesen tönkretette a szennyes víz. Mocskos, nyírkos ég, sáros hullámok, határtalan, de valahogy mégis tárgyilagos köd. Mi állhatott volna távolabb riviérai románcom illanó bájától, zafirkék körítésétől, rózsás esetlegességétől. Noha a mexikói öböl olyik másik féltropikus partja megfelelően ragyogott, tele volt hintve és pöttyözve mérgező állatkákkal és hurrikánszelek söpörték. Végül egy kaliforniai strandon a csendes óceán fantomjával szemközt megleltem a némileg pervers magányt valami barlangféleségben, ahol is hallani lehetett egy csapatnyi cserkészlen sikongatását, amint első taltikfürdőjüket veszik egy elhagyatott partszakaszon, rothadó fák mögött, de a köd olyan volt, akár a nedves pokróc, a homok kavicsos és nyirkos, ló pedig csupa libabőr és homokszemcse, s én életemben először körülbelül annyira vágytam rá, mint egy dugongra. Művelt olvasóim talán derülni fognak, midőn elárulom, hogyha valahol végül felfedezünk egy darabka szimpatikus tengerpartot, akkor is késő lett volna, mivel valódi felszabadulásom már sokkal korábban megesett. Abban a pillanatban a tények azon együttállásánál, amikor Annabel Hayes, alias Dolores Lee, alias Lolita, feltűnt előttem aranyosan és barnán, térdepelve, fölfelé pillantva, azon a selejtes verandán, egy bizonyos mesterkélt, tisztességtelen, ám messze menően kielégítő tengerparti pozitúrában, habár a környéken mindössze egy 20-adrendű tó volt.
Ennyire különös benyomásokról, melyeket a modern pszichiátria tantételei jócskán befolyásoltak, ha ugyan nem létrehoztak. Ebből következően hátat fordítottam a tengernek és Lolitámmal együtt. Másfelé vettük utunk, el a néptelenségükben, túl sivár, tündöklésükben túl, népes partoktól. Emlékeimben azonban még mindig éltek reménytelen kóborlásaim Európa nyilvános parkjaiban. Továbbra is élénken érdeklődtem a szabadtéri tevékenységek iránt, és erősen kívántam, hogy a szabadban, hol egykor oly szégyenletes vágyak gyötörtek ki elégítetlenül, alkalmas játszóteret lejjek végre. E téren is kudarcot vallottam. A csalódásnak, melyről most be kell számolnom, miközben történetemet fokról fokra a kéjemet, át meg átszövő folytonos veszedelmekről és rettegésekről szóló beszámolóvá változtatom. Semmiképpen sem szabad rossz fényt vetni a lírai, epikus, tragikus, de sohasem arkádiai, amerikai vadonra. Gyönyörűek. Szívszaggatóan gyönyörűek ezek a vadonok, bizonyos álmatag, megénekeletlen, ártatlan, önmegtagadás ragyog belőlük. Mi az én lakkozott, kipucovált, svájci falvaimnak, s a kimerítően körül zsolomzsázott alapoknak nem, alpoknak nem sajátja többé. Számlálhatatlan szeretők ölelkeztek és csókolóztak az óvilági hegyoldalak ápolt gyöpén, a tavaszi mohán, kezes, higiénikus, csermelyek partján, rusztikus lócákon, a monogrammal lettamozott tölgyek alatt és meg annyi bükkertő, meg annyi kunyhójában. De Amerika vadonjaiban a szavatéri szerető számára nem olyan könnyű nekifogni a legősibb bűnnek és időtöltésnek. Mérges közök, marják hölgye, fenekét, neve nincs, rovarok csípik az övét, az erdőajtő visei is szúrják a térdét, rovarok a hölgyét, és körös körül lapuló kígyók szüntelen neszezése hallik. Mit is mondok? Félkihalt, sárkányoké, míg vérengző virágok, förtelmes zöld, páncélos magvai kapaszkodnak, harisnyakötős, fekete és puhán lötyögő, fehér zoknikba egyaránt. Kissé túlzok. Egy nyár délben, épp az erdő határ alatt ott, ahol mennyszín virágok, melyeket örömes neveznék szarkalábnak, sokasodtak egy csörhetező hegyi csermely mentén. Lolita megint félre első romantikus tisztással eltünk egy 30 méternyivel a hágó fölött, ahol a kocsit hagytuk. A lejtő járatlannak látszott. Az utolsó zihálló fenyő jól megszolgált pihenőjét élvezte a sziklán, ameddig felkapaszkodott. Mormota fütyült ránk, majd visszavonult lóért nyúltam. Az utitakaró alatt száraz virágok zizegtek barátságosan. Vénusz jött és ment. Úgy látszott, a meredély tetejét koronázott csorba szikla, és az alattunk növő, kuszabozótus megvéd naptól és embertől egyaránt. Ó, jaj, nem számoltam a keskeny mellékös fénnyel, mely néhány méternyire tőlünk kunkorodott fölfelé rafináltan, a bozótos és a sziklák közt. Ekkor esett meg, hogy közelebb kerültünk a leleplezéshez, mint bármikor azelőtt. És nem csoda, hogy az élmény egyszer és mindenkorra zablát tett a mezei mesztelenkedés utáni sóvárgásomra. Emlékszem, már teljes egészében túl voltunk a műveleten, és ő a karomban sírt, zokogás, üdvös zápora a rossz kedv körcse után, mely oly gyakorivá lett nála-e máskülönben lenyűgöző év során. Éppen visszavontam néhány buta ihéretet, mint a vak. Türelmetlen szenvedély pillanatában csikart ki belőlem, és ő ott terpeszkedett, zokogott, csükkette simogató kezemet, én boldogan nevettem, és a kegyetlen, hihetetlen, elviselhetetlen, és úgy sejtem, örökkön tartó rettenet, amit most már ismerek. Még csak fekete folt volt, kéjem kékjén, így feküdtünk, mikor szegény szívem akkor átszökkent, hogy majd kiszakadt eresztékeiből. Két gyönyörű gyermek pillanéstelen, fekete pillantásával találkoztam. Nymphácska és faunócska, egyforma sima, fekete hajuk és vértelen orcájuk testvéreket, ha ugyan nem ikreket sejtetett. Koporogva bámultak ránk, mindketten kék napozó ruhában, összeolvadva a hegyi virágokkal. Kétségbe esett, áltázási kísérletként
Az útitakaró után kaptam, és ugyanabban a szempillantásban néhány lépésnyire tőlünk az aljnövényzetben megpördült egy óriás, pöttyös, labdának tetsző valami, majd lassan áttűnt egy holló fekete kontyú, zömök asszony fokozatosan fölemelkedő figurájává, aki automatikusan hozzáigazított egy vadliliumot csokrétájához. Még vállán át ránk bámult szépen faragott lazurkő gyermekei mögül. Most, hogy egészen másfajta szenny nyomja a lelkiismeretemet, tudom, hogy bátor ember vagyok, de akkor tájt. Még nem voltam tisztában vele, és emlékszem, meglepett saját higgadtságom. Olyan halkan elmormogott parancsal, amelyel az ember a verejtékében úszó, meggyötört, meghunyászkodó, idomított állathoz szól, a lehető legrosszabb helyzetben. Miféle tébolyult remények vagy gyűlölség késztetik fiatal, vad, véknyát lüktetésre, miféle fekete csillagok döfködik a szelidítő szívét. Felállítottam lót, és méltóság teljesen sétáltunk, majd méltatlanul rohantunk le a kocsihoz. Mögöttünk egy takaros furgon parkolt, és egy kékes-fekete szakállas jóképű asszír. Egy jól fésült úr, sejemékben és bíbor színnadrágban. Feltételezhetőleg egy testes botanikus férje. Komótosan fényképezte a hágó tengerszint feletti magasságát jelző táblát. Jóval 3000 méter fölött voltunk. Én alig kaptam levegőt. Recsegve és farolva menekültünk. Ló még mindig a ruhájával küszködött, és olyan kifejezésekkel káromolt engem, melyekről soha nem álmodtam volna, hogy kisleányok egyáltalán ismerik, nemhogy használják. Más kellemetlen közjátékok is adottak. Egy alkalommal például a mozi, a kortályt ló, még lobogó szenvedéllyel viseltetett a mozi iránt. Ez felsőbb iskoláinak második évére lagymatag lekezelésbe fúlt. Kélyesen nyakra főre jártunk moziba. Megnéztünk, ó, nem is tudom, 150 vagy 200 filmet az alatt az egy év alatt. És a moziban mászkálás néhány sűrűbb időszakában jó néhány híradót láttunk, vagy fél tucatszor, mivel a különböző főműsorokhoz járó azonos kísérő film városról városra üldözött bennünket. Kedvencei sorrendben a következők voltak. Musicalek, gangsterfilmek, westernek. Az elsőben valódi énekesek és táncosok futottak be valószínűtlen színpadi karriert, a lét egy lényegében fájdalommentes szférájában, melyből a halál és az igazság kitiltatott. S végül a színpad őrült leányok. Tiltakozó atyái, fehér hajkoronával, harmatos szemmel gyakorlatilag halhatatlanul végig tapsolták leányuk mennybe menetelét a mesés Broadway-en. Az alvilág egy más világ. Itt heroikus újságírókat kínoztak. A telefonszámlák milliókra rúgtak, és a balfácán durroktatás merész légkörében gonosztevőket hűztek végig a csatornákon, és a raktárházakon a patológikusan félelem nélküli zsarvak. Én sokkal kevesebb munkát adtam nekik. Végül pedig ott volt a mahagóni táj, a pirosposgás kékszemű lóbetörők, a bömbölő szurdokba érkező fiatal kacsinoska tanárnő, a tenyészcsődőr, a látványos pánik vágta, az ablaktáblába nyomott pisztoly és az üvegszilánkeső, az óriás ökölharc, az ódivatú poros berendezés szétvert halmai, a fegyverként forgatott asztal, az időzített felbukfenc, az átdöfött, még mindig az elejtett vadászkésért tapogatózó, kéz, nyögés, ököl és áll édes együtt roppanása, hasbarugás, röpülő berendezés, és nyomban a fájdalomözönt követően, mely Herkulest is kórházi kezelésre kényszerítette volna, én aztán tudom, semmi nyom, eltekintve persze a tulajdonképpen előnyös horzsolástól a nekihevült hős bronzszín orcáján, ki éppen átkarolja a pompás pionír aráját. Emlékszem, egy matinéra egy apró, levegőtlen gyerekekkel és pattogatott kukoricaforró kigőzölgésével zsúfolt moziban. A holdsárgán kelt a nyaksálos énekes fölött, ujjai a húrokon, lába egy fenyőrönkön, én pedig ártatlanul átöleltem lóvállát, és államat halántékához közelítettem, amikor mögöttünk két herpia különös dolgokat kezdett motyogni. Nem tudom, jól értettem-e, de amiről úgy véltem, igen, az elég volt ahhoz, hogy visszavonjam, simogató kezemet, és persze a film hátra lévő részek ködbe borult előttem. A másik megrázkódtatás, amire emlékszem, egy városkával kapcsolatos, melyen visszaútban éjszaka haladtunk át, vagy 30 kilométerrel korábban megmondtam lónak, hogy az iskola, ahová Birsley-ben járni fog,
Elsőrendű, modern, agyrémek nélküli, nem koedukált hely. Mire Ló azon dühött, szónoklatainak egyikét intézte hozzám, melyekben esetlés és sértegetés, önigazolás és kétel, gonosz közönségesség és gyermekes, kétségbeesés vegyült a logika bőszítő látszatát keltve, s amely némi magyarázat látszatát hívta elő belőlem. Vad szavaiba gabajodva prima lehetőség, hülye lennék, ha hallgatnék rád, görény, nem parancsolgathatsz nekem, megvetlek, és így tovább. Hajtottam át a szendergő városon 80 km-es sebességgel, folytatva sima stráda tempomat, amikor egy kétszemélyes járőr rám villantotta a reflektorát, és utasított, hogy álljak oldalt. Rápisszegtem Lóra, aki automatikusan tovább tombolt, a férfiak kárőrvendő kíváncsisággal bámultak rá és rám. Hirtelen édesen rájuk ragyogtatta gribelis mosolyát, ahogyan az én orchideás férfiasságomra sohasem. Ló ugyanis bizonyos értelemben még jobban félt a törvénytől, mint én, és amikor a kedves rendőrök megbocsátottak nekünk, és mi alázatosan tovább kúsztunk, szemhéja lecsukódott és rezgett, amint eljátszotta az ernyet kimerültséget. Ezen a ponton különös vallomást kell tennem. Nevetni fognak, de valójában is igazán sosem voltam képes kideríteni a pontos jogi helyzetet. Mike sem. Ó, ezt azt persze megtudtam. Alabama tiltja a gyámnak, hogy bírósági utasítás nélkül megváltoztassa a gyámolt lakhelyét, Minnesota úgy rendelkezik le a kalappal, hogyha egy rokon állandó gondoskodást és felügyeletet vállal bármely 14 éven aluli gyermek fölött. A bíróság illetékessége. Szóba sem jön. Aggály, a lélegzetellenítően imádnivaló, serdülőkorú cica, mostoha apja, ki mindössze egy hónapja mostoha apa, egy szűkös, ám független megélhetést biztosító eszközökkel rendelkező életéveiben járó, neurotikus özvegyember a maga európai korlátaival, egy válassal és néhány bolondok házával a háta mögött, tekinthetően rokonnak, sím módon természetes gyámnak? És ha nem, kell-e vagy észszerűen nézve, merhetek-e értesíteni valami szociális osztályt, és benyújtani egy kérvényt, hogyan nyújt be az ember egy kérvényt? Ezzel alázatos és kétes önmagamra is a veszedelmes Dolores Hayes-re zúdítván egy törvényszéki alkalmazott vizsgálatát. A tömértek házasságról, nem erőszakról, örökbefogadásról, és mi egymásról szóló könyv, amit bűnösen áttanulmányoztam, kis és nagyvárosok könyvtáraiban nem igazított el azon túl, hogy mind azt sugallta sötéten. A kisgyermekek legfőbb gyámja az állam, Pilvin és Zépol. Ha jól emlékszem, a nevükre a házasság jogi kérdéseiről szóló tekintélyes kötetükben tökéletesen semmibe veszik a nevelőapát, kinek egy szálmagában kell megbirkózni a leányával. Legjobb tanácsadóm egy szociális szolgáltatásokról szóló monográfia, Chicago 1936, melyet egy poros raktárszukból nagy nehézségek árán ásott elő számomra egy vén kisasszony, ezt írta. Nincs olyan elv, mely szerint minden kiskorúnak gyámmal kellene rendelkeznie. A bíróság passzív marad, és csak akkor lép közbe, ha a gyermek helyzete nyilvánvalóan veszedelmessé válik. Gyámot tehát csak akkor jelölnek ki, mondtam rá a következtetést, ha az ünnepélyesen és hivatalosan kinyilvánítja, hogy erre vonatkozó óhaját. De hónapok telhetnek el, még annyi figyelmet szentelnek neki, hogy megjelenhet egy kihallgatáson, és kinövesztheti szürke szárnyait, ezen közben pedig a démoni gyermek jogilag magára maradt. Végül is éppen ez történt Dolores Hayes esetében. Azután következik a meghallgatás. Néhány kérdés a pulpitusról, néhány megnyugtató válasz az ügyész részéről, mosoly, bólintás, odakint könnyű permet, és már meg is van a kinevezés. Még mindig nem értem moccanni. Coki, légy egér, kucorodj a vackodra. A bíróságok csak akkor válnak hihetetlenül aktívvá, ha valamilyen pénzügyi kérdés forog kockán. Két kapsi gyám, egy tehetős árva, egy még kapsi kívülálló. Hanem itt minden tökéletesen rendben volt. Felvétetett a leltár, és a kevéske anyai örökség érintetlenül várta Dolores Hayes nagykorúságát. Az látszott a legjobb taktikának. Ha tartózkodom a kérvényektől, de nem avatkozik-e közbe valaki valamiféle embervédő léga, ha túlságosan is csöndben maradok. Farlő barátomat, aki konnyított a joghoz, és adhatott volna valami tömör útbaigazítást.
Túlzottan lefoglalta Jane rákja, hogy sem többet tehetett volna, mint amit megígért, vagyis hogy gondját viselje Charlotte csekkéke birtokának, míg én fokozatosan felépülök a tragédia okozta megrázkodtatásból. Úgy kondicionáltam őt, hogy azt higgye, Dolores a természetes gyermekem, és így igazán meglepő lett volna, ha az eset fölkelti figyelmét. Én magam, mint azt az olvasó már megsejtette, gyengécske üzletember vagyok, de sem tunyaság, sem tudatlanság, meg nem gátolhatott volna, hogy szakmai tanács után nézek valahol másutt. Az a borzasztó érzés torpantott vissza, hogy ha így vagy úgy bele kontárkodom a sors húzásaiba, és megpróbálom észrevisíteni fantasztikus ajándékát, az ajándék szétfoszlik, akár a keleti mesében a hegytetőn álló palota, mely mindannyiszor elpárolog, valahányszor egy érdeklődő tulajdonos jelölt megkérdezi a gondoktól, hogy messziről nézvést, napnyugtakor, miért látható, hogy tisztán egy darabka ég a fekete szikla és az építmény között. Úgy határoztam, hogy Beasley-ben, ahol a Beasley főiskola áll, majd beszerzek néhány alapművet, melyekhez még nem állt módonban hozzájutni. Például Werner értekezését, az amerikai gyámsági törvényekről és az állami gyámügyi hivatal bizonyos kiadványait. Eldöntöttem azt is, hogy bármi jobbat tesz Lónak, mint a demoralizáló semmittevés, melyel napjait tölti. Annyi mindenre tudtam rábeszélni, alista lenyűgözne bármely profi nevelőt, de akármennyit könyörögtem vagy mennydörögtem is az úgynevezett vicces könyveken és az amerikai nőcik számára szerkesztett magazinok történetkéin kívül, más nem tudtam elolvastatni vele. Bármilyen hajszálnyival, színvonalasabb irodalom az iskolára emlékeztette, s noha elvben hajlandó volt élvezni a Limberlost leányát, az ezeregy éjszakát vagy a kisasszonyokat, abban tántoríthatatlan maradt, hogy nem hajlandó efféle magas söptő olvasmányokra herdálni a vakációját. Most már tudom, hogy hiba, nagy hiba volt, ismét kellett megfordulni, és beiratni őt abba a Beasley magángimnáziumba, ahelyett, hogy valahogy átcsurogtunk volna a mexikói határon, amíg még jól ment a csurgás, és meglapultunk volna néhány évre a szubtropusi ragyogásban, míg baj nélkül feleségül vehetem az én kis kreolomat. Be kell ugyanis vallanom, hogy mérigyeim és idegducaim állapotától függően képes voltam egy és ugyanazon a napon téboly egyik végletéből a másikba verődni. Attól a gondolattól, hogy 1950 körül valahogyan meg kell majd szabadulnom egy kezelhetetlen kamasztól, akinek a varázsos nymfasága már elpárolgott, egészen odáig, hogy türelemmel és szerencsével végül is összehozhatnánk egy nymfácskát, kinek szépművű erejében az én vérem csörgedez, egy második Lolitát, aki 8-9 éves lenne, 1960 körül, amikor én még erőm teljében lennék. Valóban, eszem vagy esztelenségem tápcsöve elég erős volt ahhoz, hogy kivegyem az idő távolában egy még éretlen aggastyán, vagy zölden rothadó, bizarr gyöngét, nyálazó dr. Humbertet, amint a szépségesen szép harmadik Lolitán gyakorolja a nagypapaság tudományát. Vadvándorlásunk során nem is kételkedtem benne, hogy első Lolita apjaként nevetségesen pályavesztett vagyok. Megtettem minden tőlem telhetőt, elolvastam és újraolvastam egy szándékolatlanul bibliai címet viselő könyvet, ismerd meg a leányodat, melyhez ugyanebben az áruházban jutottam, ahol Ló 13. születésnapjára megvettem Andersen pazar kiállítású Commerce-en gyönyörű illusztrációkkal zsúfolt a kis hablányát. De még legjobb perceimben, még olvasgatva üldögéltünk egy esős délutánon, Ló pillantása ide-oda pattogott az ablak és a karórája között. Vagy bőséges vacsoránkat fogyasztottuk csöndesen egy zsúfolt étkezdében, vagy gyermetek, kártyapartikat játszottunk, vagy vásároltunk, vagy más autósokkal, és gyermekeikkel együtt némán meredtünk valami összetört, vérrel befröcskölt kocsira és egy fiatal nő cipőjére az árokban. Ló, amikor továbbhajtottunk, pontosan ilyen mokaszint próbáltam leírni annak a budjamnak az áruházban. Minden ritka alkalmakkor, és épp oly valószínűtlen apának láttam magam, mint amilyen valószínűtlen leányomnak őt. Talán a bűnös helyváltoztatások szívták ki belőlünk a szerepjátszó képességünket? Várhatunk-e javulást az állandó lakhelytől és az iskolába járás napi rutinjától? Abban,
hogy választásom Birzlire esett, nem csupán az a tény játszott közre, hogy viszonylag színvonalas leányiskolája van, hanem a főiskola jelenléte is. A béli igyekezetemben, hogy állást szerezzek magamnak, és hozzáidomuljak egy valamelyest módszeres életvitelhez, mely talán elhalványítaná tigris csíkjaimat, eszembe ötlött egy ismerős a Birzli főiskola francia tanszékén. Elég jófejű volt ahhoz, hogy az én könyvemet használja az óráin, és egy alkalommal meg akart hívni előadónak. Nem állott szándékomban eleget tenni kérésének, mivel mint egyszer már megjegyeztem vallomásaim során, kevés testalkatot gyűlölök jobban az átlagos koedukációban nevelt leány, súlyos, alacsony, függesztett melencéjénél, vastag combjánál és satnya termeténél, melyben talán azt a nőstény húsból készült koporsót látom, amelyben infecskáimat temetik elevenen. De szükségem volt rangra, háttérre, jótékony látszatra is, mint rövidesen nyilvánvalóvá lesz. Volt még egy meglehetősen furcsa ok, amiért a vén Gaston Godin társasága különösen biztonságosnak ígérkezett. Végül pedig ott volt a pénzkérdés. Kiutazásunk során jövedelmem az elviselhető szint alá zuhant. Igaz, hogy ragaszkodtam az olcsóbb motelekhez, de itt-ott becsúszott egy-egy költségvetés apasztó, hasány luxusálló, luxusszálló, vagy igényesebb fizető vendégform. Mi több szépítő összegek mentek el városnézésre, lóruháira és a régi hézi járgány ember. Még mindig életerős és igen odaadó masina volt, számos kisebb-nagyobb javítást igényelt. Egyik szalag térképünkön. Szerencsésen megmaradt azon papírok közt, amelyeket a hatóságok oly nagy lelkűen rendelkezésemre bocsátottak, vallomásom megírásához néhány feljegyzést találtam, és ezek segítségével kiszámoltam a következőket. 1947-48 tékozló évében augusztustól augusztusig a szállás és az étkezés kb. 5500 dollárba került, a benzin, az olaj és a javítások 1734-be, a különféle egyebek majdnem ugyanennyibe. Így hát, a körülbelül 150 úton töltött nap, több mint 40 ezer kilométert tettünk meg, plusz a vagy 200 napnyi közbeiktatott megállós órán, ez a szerény tőkepénzes, nagyjából 8000 dollárt költött, de jobb, ha 10 000-et mondok, mert amilyen gyakorlatiatlan alkat vagyok, biztosan kifelejtettem egy csomó apróságot. Így hát kelet felé gördültünk, magam inkább lepusztultan, semmint felüdülve szenvedélyem kielégülésétől. Ő pedig villogó egészségesen, csípeinek kettős füzére, még mindig fiús volt, bár magassága 5 centivel súlya 4 kilóval nőtt, mindenhol jártunk. Valójában nem láttunk semmit, és most már néha arra gondolok, hogy hosszú utunk csupán kacskaringos nyálcsikkal mocskolta be a gyönyörű becsületes álmodozó végtelen országot, mely akkor már így visszatekintve nem jelentett többet számunkra szamárfüles térképek, agyonnyúzott utikönyvek, kivéhett autogumik gyűjteményénél, és ló éjjeli zokogásainál, minden, de minden éjjel, abban a pillanatban, amint alvást színláltam.